Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk Argentinával a háborúskodást Chilét vezetve, itt a Crusader Kings 3 helyett, a Victoria 3 Let's Play sorozatunkban, a 31. részben. Na hát igazából az előző rész tartalmából megtámadtuk, és nem igazán van védelem. Tehát érdekes módon Argentinát még Paraguay sem védte meg, pedig elvileg arról volt szó, hogy ők szövetségesek, az úgy látszik, hogy elmúlt. Engem embargózik közben. Mondanám, hogy kit érdekel, de amúgy sajnos kicsit érdekel, mert láthatóan ez most így megérintett engem. Kicsit jobban, mint kellett volna. Itt a hogy állunk? Mert elvileg ide készült egy kikötő, ami tele is van. Tehát teljes foglalkoztatás, és egyszerűen nincs elég konvoj még így sem. Tehát további kikötőkre lesz szükségünk. Ezt meg... Hát valószínűleg mindig fogjuk tudni állni a befektetési alapból. Csak olyan helyre szeretném építeni, például itt van egy csomó munkanélküli. De közben tele vannak az épületek, és úgy van munkanélküli, mert akkor ide minden további nélkül jöhet egy kikötő. Ami felszívja azt a 8200 munkást, nem azonnal egyébként. Urban Center... Gas Street Light plus 10 coal. A szerviszeknek lejjebb menne az ára. A szénnek egy picit feljebb. Aha. Hát mégis bevezethetjük. Nem vagyok ellenére a dolgoknak, hogy megvilágítsuk itt az utakat. Csak... tudom, a szerviszt azt így drágálják most az emberek? Szervisz... nem, sőt még picit olcsónak is számít. A ruhákat drágálják, most én hoznék be ruhákat szívesen, hogyha tudnék. Talán esetleg a peruiak ők készítenek ruhát? Igen. Hát 15-öt tudunk behozni, annélkül, hogy konvojt kéne kiküldeni, az nem túl sok. Egyébként. Inactor, restricted child labor. Valahol egyetértek ezzel a sentimenttel. Kicsit még gyűjtsetek magatok mögé embereket, is megbeszélhetjük. Hogy áll a háborúhoz Argentína? Ugye én kérem az összeset. Ó, mire kattintottam át véletlenül? Jaj, de megijedtem, hogy véletlenül elküldtem, vagy nem tudom. Ezek kellenének nekem. -323. Hát jó. Szívesen besétálok a fővárosodba. Most van 10.000 halott az én oldalamom. Ami gond, főleg itt gond Los Riosban, mert itt is tuti, hogy toborozzák az embereket az elesettek helyére, és itt alapból nincsen elég munkaerő. Mondjuk ezek most szépen töltődnek, valószínűleg annak is köszönhetően, hogy a nőknek munkát adtunk, vagy megengedtük, hogy dolgozzanak. A wheat farmokon pont nincs senki, de a többi az feltöltődött, ahogy nézem. Jó, a paper mill sem töltődött fel. De legutóbb senki nem dolgozott itt, szóval az, hogy már a szénbányákban, meg a login campben valamennyien dolgoznak, az már előrelépés az én szemszögemből. 4000-re tudnánk itt csökkenteni. Csak több engine-re van szükség. No, thank you. Még az adókat, nem, az adók most rendben vannak. Ami nincs rendben egy kicsit, az a... Robert Discord és Santa Cruz. Az nem én vagyok. Szóval, ami nincs rendben, az a fizetések. Vagyis csak az állami szféra fizetései. Minden más most már rendbe hoztunk, adók középen, military wages középen, ezt még el kéne hozni. És akkor az intelligencia meg a petty bourgeois ez egy kicsit jobban kedvelne, plusz kapnék prestizset is. 4000 forint ráfizetés lenne, ahhoz képest egyébként most nagyon sok pénzem van. Szóval ez nem tűnik lehetetlennek. Őszinte legyek. Itt lett hirtelen 19.000 paraszt a semmiből. Az mindig öröm. Itt is van 8.000 paraszt, itt az aranybányát lehetne bővíteni. Bár azt írja, hogy nincs elég képzett munkaerő, de szerintem most 1-2.000 emberem dolgozik, az kibírható. Úgyhogy a következő az lesz, hogy ezt az aranybányát bővítsük. Ezek most mind bele fognak férni. Főleg mert a hadsereg nem eszik annyi pénzt, mint mennyire számítottam. Azt hittem, hogy ez sokkal jobban
meg fogjuk érezni azt, hogy a hadsereg diplójolva van, de annyira nem. Van egy-két csata, meg inkább az ember áldozatok száma az, ami problémásabb. Take on that. Jó, ez nem érdekes. És vége a háborúnak, megkapjuk Buenos Aires visszavonta, hogy neki arra van igénye. Megkaptuk Patagóniát, megkaptuk Araucániát és Cordobát, és fizetnek nekünk egy kis war reparation-t is. Conquest of the Desert, azonnal meg is van az esemény, és így kapok 9 évre a patagóniai területek plusz 100% migration attraction-t, illetve az Araucánia az egy dél-andeai homeland lesz. Ez tök jó. Ugye itt van, hogy nem csak a patagóniaknak, hanem a dél-andeai népeknek, azaz nekünk is az otthonunk most már ez a rész. Amúgy 8 hónap még elkészül az incorporation. Na, most már rendben jöhetnek a dolgok. Mindenki boldog. Én boldog vagyok. Egyébként azzal is sikerült itt megszerezni ezeket a hátralévő területeket. A kávénak és a gyümölcsének nagyon felment az ára. Ezt mindjárt megnézem. Megvárjuk a következőt, hogy következő ilyen hófordulót, hogy ez vajon általános-e. Nem tudom, hogy pontosan miért mehetett fel. Hardwoodnak az oké. Clothesnak le. Úgy látszik, marad magasan a kávé és a gyümölcsára. Szóval hozzunk be egy kis kávét, hozzunk be egy kis gyümölcsöt. Ja, várj, nincs elég supply network még most sem. Na, mi a helyzet ezekkel a területekkel, amiket most szereztem? Vagyis igazából csak ezzel az egy területtel. Az infrastruktúra borzalmas. 5 évig tart inkorporálni, ezt mindenképpen elkezdünk már most. És valószínűleg be kell zárnunk dolgokat. Egy cukor plantation. Oké, az mondjuk jó. Dye, tehát festék. Farmok. A farmokra nincs semmi szükség jelenállás szerint. Úgyhogy ezt én be is zárom. Lehet elmenni máshova dolgozni, plusz ez nem fogja így fogyasztani az infrastruktúrát. Van egy urban center, oké, van egy paper mill. Az hasznos, főleg mert itt van egy egyetem is. Aztán van egy textil malom. Ruhákat gyártunk, nagyon szépen lejjebb viszi a ruháknak az árát. És akkor van egy egyetemünk, ahol pedig jelenleg skolasztikus tanítás zajlik, de átállhatunk filozófiai oktatásra. Kicsit több papírt fogyaszt, de most van is miből. És akkor ez bővíti a dolgokat. Jó, ez szuper. Ez megvan. És akkor most azt jelenti, hogy van itt 6000 munkanélküli, akik viszont el tudnak menni sugar plantation-ben dolgozik 2500. És így ennyi. Tehát akkor lesznek munkanélküliek. Lehet még se kellett volna bezárni azokat a farmokat, jobban belegondolva. Mi van, hogyha építek egy railway-t? Coalwood engine, amit felhasználna. Hát... előbb-utóbb muszáj leszek. Úgyhogy akkor inkább előbb, mint utóbb. 180 implóból, akkor lefelénk 250, jó, majd ezt megoldják maguknak. De ide építsünk egy vasutat, ami nagyon sokáig tart, de most szerintem pont ezt, ami van kincstárban pénzünk, azt erre rá tudjuk áldozni. És akkor készül most, hát jó sokára lesznek kész egyébként. Buenos Airesben készül egy kikötő, utána egy aranybánya Tucumánban, és aztán végül, nem, ez jön előrébb, ez a railway in Cordobában, mert addig nem lesz jó az elérés, a piaci elérés, nem fognak tudni hozzájutni a javakhoz az emberek, elszegényednek. Mondjuk a devastation, hogyha eltűnik, valószínűleg akkor sem lesz a 10/10 infrastruktúra. Meg később is jó lesz az, hogy ott van egy vasút. Oké, ez egy nagyon szép háború volt egyébként, olyan szempontból, hogy szerencsénk volt. Ha kell, akkor amúgy Argentinát tudjuk még ütni. Következőkben. Tehát bármikor oda mehetek és azt mondom, hogy egyre a pupétám. És akkor ő meg az lesz. És akkor utána még Uruguay is lehet, esetleg Paraguay, aki mondjuk Brazíliában nagyon jobban van, Brazíliával, de az hát nem akadályoz meg senkit semmiben. Az életszínvonal megint felfelé kezd menni,
Ugye 17.4-ről 14.8-ra visszaesett, nagyrészt a ruhákhoz való hozzáférésnek a hiánya miatt. De most már az szép lesz, meg jó lesz. Itt a kérdés, hogy itt amúgy Mizu. Itt van 52.000 paraszt, itt 11.000 paraszt, 13. Jó, elkezdtek szépen megjelenni a parasztok. Hál' Istennek. Központi tervezés, plusz 25 taxation capacity. Itt van az analyzed tax, ez továbbra is itt van. Továbbra sem értem, hogy ez mi, vagy miért. Majd írjátok le kommentbe, hogy esetleg éppen arra jártok. Az investment pool viszont kezd kifogyni. Még 10 hétre elegendő van, és ugye 63 hétig építkezünk még, ami nekem azt mondja, hogy 53 hétig a saját zsebből kell állni, de szerencsére van 1 millió fontunk tartalékban. Úgyhogy jó lesz ez. Ki tudjuk majd mindenképpen fizetni ezeket. De a radikálisok, nyilván sok radikális megjelent itt a hódítása miatt Kordobában. Miközben azért szépen növekszik vissza a market access. Az, hogy tűnik el a devastation. Még a végén meg lesz, hát nem lesz meg a 10 of 10, de majdnem. Vasnak így normalizálódik az ára. Munkanélküliek eltűntek. Nem tudom, visszamentek subsistence farmoskodni? Van itt 4400 ember, igazából két búzát termelünk belőle, két gabonát és ennyi. Ami azért nem a... Hát az nem a legmenőbb dolog a világon. Gondolkozom ezen a Gas Street Light-on, de annyira nem érzem fontosnak. Hát megint csak, ki gondolta volna, a katolikus egyház körül bűzlik valami. Minusz 50 népszerűség. Az nem is baj, mert mindenki utál, mindenki imádja őt. Úgyhogy most kicsit csillehetnek. Csillehet az egyház, mert így is nagyon felment a támogatottsága. Jobb lenne, hogyha nem. Egyébként 57 nap múlva megint választás, és megint csak úgy tűnik, hogy a liberálisok be fogják húzni a szavazatok jelentős részét. Érdekes, hogy ez, hogyha jól értem, akkor ez azt mutatja, hogy ennyi szavaz rájuk csak azért, mert csak, vagy magában is együtt, meg mindenki szavaz. Ez nem teljesen értem, hogy ez mit jelent ez a szám. 14.900, de mindegy is. Lényeg, hogy a pártszövetségként ők így egyben vannak. Hajrá! Elfogyott már a pénz. Jövő héten lesz az utolsó teljes kifizetéses hét. 950, és most már én fogom állni innentől kezdve az építkezéseket. Megépült az újabb... Itt igaz? Itt épült meg a kikötő. Aki azonnal elkezdett embereket felvenni, toborozni. Nem tudom, a parasztokból, tehát először nem a parasztokból húzza el szerintem, hanem innen. Mondjuk a farmokból. Ahogy is van egy shipyard, ezt el is felejtettem, de jó ég. De jó. Szóval, de hogy mindjárt teljes lesz, és akkor már ez is tud rendesen dolgozni. Industrial port. Több steamert használna fel. Ami nem lenne gond, hogyha gyártanánk steamereket. Viszont nagyon durván megdobja a konvoj számot, tehát lehet, hogy el kéne gondolkozni azon, hogy erre átállunk. Mi a shortage tárgya? Nincs elég hardwood. Hoppá! Az gond. Akkor azonnal be kell hozni hardwoodot. Tudom, hogy termelünk. Nem tudunk, valahol nem be tudunk, Perúból tudunk behozni 8-at, úgyhogy nem fizetünk, nem adunk bele konvojokat. Hát azt nem fogja megoldani egyébként ezt a hiány problémát, vagy pont megoldja? Az elég nagy mázi lenne. Jó, megint marad a kormányzat, nem tudom már mióta. Enrique de Santa Cruz lett viszont a vezetője, az elnök. Így, ami azért érdekes, mert ő nem az intelligenciának, hanem ő a kisnemességnek a vezetője. Nagyon-nagyon szeretik egyébként őt. És az ő uralkodása ad nekünk plusz 5% befolyást.
plusz 20% authority-t, nagyon jó, plusz 10% influence-et. Akkor azt jelenti, hogy most be tudok adni egy authority növelést, engine a következő, amiből nincs elég. Peruból hozunk be egy darab motort, ki vagyunk segítve. Szóval... mire használjam fel ezt a 100 authority-t, ami most így bejött? Mert most építkezek és úgy vagyok plusz 13-ban, meg plusz 5-ben? Az elég kemény. Lehet, hogy bővítenék én az építkezési szektorokat ezen a ponton. Mert most nagyon sok mindent tudnánk építeni, csak egyszerűen nem történik meg. Mert nincs elég munkás hozzá. Na jó. Szóval egy ilyet be tudnék adni, bármelyiket ezek közül. Kapjon Los Rios egy Greener Grass Campaign-t. Kapjon Los Rios egy Greener Grass Campaign-t. Mert most van elég sok helyen munkanélküli, aki ezt tudná használni. Ammunitionből nincs elég. Igen, volt szó korábban arról, hogy ammunition gyárat kéne építeni. Nem tudnak működni amúgy a supply network-ök. Hát igen, muszáj vagyok átállni például arra, hogy mondjuk ebben a kikötőben is industrial portként működjünk. Nagyon drága lesz a steamer, de tudok behozni steamereket végül is. És akkor ezzel megnövekedett a supply network. Belzsiet beannektálták a britek. Ez jó. Ezt kérem. És akkor most már van elég. Hát szó-szó. De steamerekre mindenképpen szükségünk van. Azt hiszem van a piacon még egy helyen steamer. A britektől tudunk venni 6 darabot. Hát az nem tudom mennyire lesz elég egyébként. Plusz 10 naval base max level. Az oké. Nem járok ott, hogy ez igazán probléma legyen. És akkor azt mondom, hogy viszont eljött az idő, hogy bővítsük a construction szektort. De hol? Hol van a legtöbb ember, akit erre be lehetne húzni? Mendozában mondjuk? Bár ott azért problémás, mert mondjuk az infrastruktúra elbírja. Jó, hozzunk ide be két construction szektor építést, méghozzá úgy, hogy azok kerüljenek az elejére. Majd. Tehát ez lemenjen a legaljára, és ezek pedig a legelejére. Megépül a vasút, és aztán megépülnek a construction szektorok, amivel azt jelenti, hogy túl fogunk menni a 17-en. Jó, mondok jobbat. Ez a priós. Ez készüljön el először. Mert akkor már meg ez. Mert akkor ezek párhuzamosan tudnak épülni. És most túl sok a pénzem. Milyen forradalom? Inact restricted child labor. Kinek nem tetszene ez? Hát az industrialistoknak nem tetszene. De a trade unionnak meg nagyon. Oké, meggyőztél, beszéljünk róla. Ugye amit ez ad, az csökken a dependent bevétel a háztartásokban. Viszont a max education investment nő, és csökken a halandóság a farmereknél, laboreretnél, peasantoknél. Nem egy borzasztó dolog. Lássuk be. Úgyhogy, ha akarjátok, rajtam nem múlik. Santiago-ban én nem akarok újabb embereket. Köszi, mert így is tele vagyunk. Kincstárom is tele van, te jó ég. Hát erre nem számítottam. Jó, nem túl nagy a kincstárom egyébként. Tehát 1,5 millió, tehát 1,5 millió kb. Az aranytartalék, az nem semmi. De majd, hogyha ezek így megvannak, a construction szektorok, akkor gyorsabban tudok építkezni. Nem, amúgy most jött el az idő, hogy például ezt átállítsam ide. Tessék, bam. Még így is pozitívan vagyok, az a durva. De hogy medium government wages, most már ők is megkapják a rendes pénzeket.
Jó, és akkor épül a railway, most vagyunk úgy, hogy hát még 18/18, mert még nem építkezünk teljes, tehát még nem vette fel az embereket Cordoba. Cordoba? Nem. Mendoza. Mendoza még itt veszi fel az embereket a farmokról. Még azt lehetne, hogy az Iron Frame Building legyen. A fabric még olcsóbb lesz, a vas meg drágább, de szerintem ez jó. És még az ad egy kis urbanization-t is. A fabricet mindenképpen ki kéne vinni, szerintem. Vagy kéne belőle kivinni. És továbbra is a kikötőket bővíteni. Ez még mindig kevés. Steamerek nem vészesek árban. Itt ezt a kikötőt 5-ös szintre. Elbírjuk. Minden szempontból. Most már 22/22, ami pedig azt jelenti, talán még lesz 23/23 is. De nem biztos. Ami azt jelenti, hogy egyszerre elvileg ezt is építjük? Tehát két építkezés zajlik. Igen, még ez nem megy magasabbra, és lesz 25/25 is. Igazából. Amit sikerül ennek a szektornak feltöltődnie Mendozában. Mit tudok csinálni a pénzemmel? Túl sok pénzem van, basszus. Még mindig pozitívban vagyok. Mondjuk megszüntetjük a consumption taxet erre. Megszüntetjük a consumption taxet a service-ekre. Ideiglenesen. Aztán majd visszahozzuk őket. De most ez, ennek így kell kinéznie. És így viszont ide tudok adni egy... Hát... Egy olyat, hogy... Promote social values. Ja, social mobility, nem. Másik. Promote social national values, igen. Kicsit tudnánk, még mindig van két edikt, amit kiadhatok így most. Mondjuk... Hát itt ezen semmi nem segít ezen a területen. Ezeken... Talán ide jöhetne egy... Ja, resource industry. Jó, akkor viszont ide egy... Igazából ide kéne a resource industry. Itt is van resource industry, tök jó. Greeners, az be van kapcsolva a Greener Grass campaign. Ide egy social mobility. És akkor a parasztok gyorsabban át... fordulnak munkásokká, meg Mendozából is egy social mobility, mert a parasztok gyorsabban átfordulnak, már kész vannak, oké. Mindegy. It's fine. Maradt még ezzel authority-m, vagyis 100, tehát még egy dolgot majd be tudok adni, hogyha esetleg nagyon rosszul állna ez a szám, miután az építkezések véget értek, akkor mehetünk azzal, hogy akkor kiadunk adót. Kivetünk adót a valamilyen termékre, amiről most így levettem az adót. 3700 a konvojok, elérhető konvojok száma, 3600 konvojjal vagyok most. Itt azért arra az araukániai kikötőre mindenképpen szükség lesz, és lehet, hogy még a shipyardot is bővíteni kéne. Bár most a hardwoodnak az egekben az ára. Tehát, hogy akár még azzal is mehetünk, hogy a hardwood termelést, mondjuk ezt a loginkemnek a bővítését. Steam Donkey, nem. Várj, valahonnan én kikapcsoltam itt egyet, ezt, ez akkor többet termel, de csak fából termelne többet. Hardwoodból nem, meg ez amúgy se termel semmit, szóval kaki. Na itt lesz az, hogy login campet bővítünk. Oké. Sikerült, Cordobában elkészült a vasút, dolgoznak is ott emberek, kiváló, fából készülnek, az azt jelenti, hogy ez kevesebb infrastruktúrát ad, viszont ad hozzáférést a transportationhöz, legyen, és akkor így most már csökken a turmoil, infrastruktúra az egekben van, all play and no work, Eusebio Torót ki lehetne rugni, és közben korlátozzuk a gyerek munkát. Nem, maradjon nyugodtan, én most nem akarok háborúzni, úgyhogy maradhat nyugodtan a tisztségében. Plusz elkészült az aranybánya Tucumánban, igaz?
ami azonnal elkezdett toborozni embereket. Ugye itt már használjuk a dinamitot, és ez viszont szépen, megint csak szépen meg fogja dobni a bevételeinket. Nem itt nagyon kéne. Igen, ez a parasztokból mennek át, parasztoktól mennek át oda dolgozni emberek. Parasztgazdaságokból. Luxury furniture mindig borzasztóan drága. De a hardwood is, szóval legalább perfektul balancálva, hogy minden dolognak lennie kéne. Mondta, hogyha most így a gazdaságunk valahogy valami varázsütésre helyre billent volna. Nagyon szeretném én a kreditet elfogadni ezért, de nem biztos, hogy én csináltam bármit is. Vagy csak az eddigi munka beérett. Az is simán lehet. És őrülten jó a gazdaságunk. Igen, mínuszban vagyunk, de azért, mert építkezünk. Ez amúgy plusz 12 000 lenne, hogyha nem építkeznénk. Még hogyha ide beadok esetleg egy... Mondom, azt mondom, hogy consumption tax... Az italra, bútorra, akkor ez még tovább javítható ez a szám. Főleg, hogyha többet beadok. De nincs rá szükség jelenleg. Tudok behozni engine-t. Elvileg van elérhető konvoj, de szerintem... Igen, azért van, mert nem tudnak egyes konvojok fejlődni, vagy egyes kereskedelmi útvonalak fejlődni, mert nincs elég konvoj. Azt akarom most bővíteni majd azzal, hogy itt készül egy újabb kikötő. Addig meg nem nagyon hozunk már be semmit, mert így is furinálunk. Drága a vas és drága a manóvár, de ezeket ki lehet bírni. Miközben a kis nemesség most már nem csak befolyásos, hanem egyenesen erős. Ezt teszi a kormányzás velük, gondolom, Enrique de Santa Cruznak meg a nagy népszerűséget. Tehát 75 is a népszerűség, azért az elég durva. Ezzel szemben például az értelmiség vezetőjének, Erasruzirnak, őt most már utálják. Nem is értem, hogy miért. Azt mondja, hogy arrogáns, hedonista és egy bandita. Jó, most már értem, hogy miért. Mondjuk az ilyenek szoktak nyerni a választásokon, de ez megint más kérdés. Na jól van, hát minden rendben van most már. Akár még azt is meg tudom csinálni, hogy adósságot átvállalok egyes országoknak. Nagyon durva. Nem is tudom innentől hova, de akkor most jön a modernizációs része a játéknak. Köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!